A Magyar Élelmiszerbank Egyesület képviselői érkeztek május 20-án városunk egyik nagy bevásárlóközpontjába. Az Esélyt az ételnek címmel adtak tippeket az érdeklődőknek a háztartásokban keletkező ételmaradékok újbóli felhasználásáról. Az Esélyt az ételnek című programunk egy szemléletformáló kampány, ami a lakossági élelmiszer hulladékoknak a csökkentését célozza meg. Ugye Magyarországon évente 400 000 tonna élelmiszert dobunk ki a szemétbe lakossági szinten. Ez azt jelenti, hogy háztartásonként átlagosan évente 100 kiló élelmiszer van, amit megveszünk, de nem fogyasztunk el. És ennek a kampánynak az a célja, hogy egyrészt felhívjuk a figyelmet erre a problémára, másrészt pedig olyan hasznos tippeket és tanácsokat adjunk, amivel ez csökkenthető. Hét elején kaptam egy e-mailt elnök úrtól, az Élelmiszerbank elnökétől, hogy délután 3 órától, este 7 óráig itt a Tesco-nak a pénztár mögötti területén egy főzéssel, illetve kvízjátékkal egybekötött kis rendezvényt szervezne meg az Élelmiszerbank. Ez azt a célt szolgálja, hogy megtanítsák az emberekkel, illetve felhívják a figyelmüket az embereknek arra, hogy milyen sok élelmiszer dobálunk ki, és nem hasznosítunk. Tudatosan kell, hogy vásároljanak az emberek, meg kell nézni, hogy ki mit vásárol, és abból miket főz, és erre szeretnék felhívni az Élelmiszerbank képviselője az embereknek, a püspökladányiaknak a figyelmét, tehát hogy tudatosan kell, hogy vásároljunk, és tudatosan kell, hogy étkezzünk, főzzünk. Az Esélyt az ételnek című kampány több részből tevődik össze. Az iskolai programon és az internetes honlapon kívül az országos roadshow-val 50 városba látogattak el. Ezeken a helyszíneken főzősó és kvízjáték keretében ismertették meg a kampány lényegét, a hatékony élelmiszer felhasználást a lakossággal. Nagyon szerencsésnek tartom ezt a kezdeményezést. Igazából az emberek megismerkednek azzal, hogyan lehet takarékosabban főzni, illetve tárolni az ételeket, hogyan lehet újrahasznosítani a maradékokat. Mindenféleképp hasznosnak tartom. A nagy családok sok, azok nagyon tudnak takarékoskodni. A maradék kezelése az nálunk nagyon megy, ha van egyáltalán maradék. A mindent bele leves és a mindent bele második, azt a mi gyerekeink már tudják, hogy mindent, ami benne maradt a hűtőbe, azt valamilyen formában újra hasznosítjuk. És nyilvánvaló meggondoljuk, hogy mit vásárolunk meg, ugyanis leginkább az ember a hasán tud spórolni. És ezt már nekünk a gyerekeink is tudják, nem éheznek, de nem pocsékolunk. Én nagyon fontosnak tartom ezt a fajta kezdeményezést, hiszen az önkormányzat is próbál ehhez a rendezvényhez hozzájárulni. Elnök úrnak felajánlottam azt a lehetőséget, amikor megkaptam ezt az e-mailt, hogy itt ilyen rendezvény lesz Püspökladányban, hogy a televízióban, a reklámfelületen, illetve a rádióban is meghirdeti Püspökladányváros önkormányzata, hogy azok az emberek, akiket érdekel ez a lehetőség, azok tudjanak kijönni, vegyenek részt ezekben a kvízjátékokban, illetve próbáljunk tudatosan vásárolni ezután. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület és Püspökladány város önkormányzata között 2008 óta tart az együttműködés. Az elmúlt 4 év során évente több alkalommal juttattak el városunkba élelmiszeradományokat. Évente 2 és 3 alkalommal van élelmiszerbanktól szállításunk, ami azt jelenti, hogy 2-3-szor tudunk a püspökladányi embereknek osztani. Időközben az elmúlt év végén, illetve 2012 elején sikerült egy olyan együttműködést kialakítani az Élelmiszerbankkal, hogy itt a karcagi penninek a lerakatában a szavatosság lejárta előtti termékeket el tudják ide juttatni Püspökladányba, és a segítő kezeken keresztül ki tudjuk osztani a püspökladányi rászorulóknak. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan plusz a város felé az Élelmiszerbanktól, amit én fontosnak tartok, hogy betartsunk ezeket a szabályozásokat, amit eddig is megtettünk, hogy a továbbiakban is minél több adományt tudjunk hozni Püspökladányba. A világon mintegy 50 országban működnek élelmiszerbankok azzal a céllal, hogy minél több olyan élelmiszert mentsenek meg, amit nem használnak fel. Ezeket a lejárat közeli hibás csomagolású árukat, esztétikai hibás termékeket az élelmiszeripari és kereskedelmi cégek ajánlják fel az egyesületek részére. Hiszen, ha minden olyan élelmiszert, amit a világban megtermelünk, azt az emberek elfogyasztják, akkor az az éhezés problémájára is hatással van.
Cseh Balázs elmondta, hogy a világban összesen évente 1,3 milliárd tonnányi élelmiszer kerül a szemétbe, és ennek már a feléből meg lehetne etetni a világban levő 1 milliárd éhezőt. Városunkban a Segítőkezek Szociális Szolgáltató Központ és az Adda Kezed Püspökladányi Nagycsaládosok Egyesülete is rendszeresen kapnak adományokat az Élelmiszerbanktól. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület közvetítésével a Segítőkezek Intézménye rövid határidőn belül lejáró termékeket ad az intézmény részére a Karcagi Penny által. Ezeket az adományokat 5 településen osztjuk szét azonnal, hiszen rövid időn belül lejár a szavatosságuk. Nagyrábén, Földesen, Szarepen, Sárétudvariban és Püspökladányban. Nagy részt az ellátó rendszerükben lévő hátrányos és veszélyeztetett helyzetű családoknak osztjuk szét, illetve az idős embereknek, idős személyeknek, idős családoknak, illetve a fogyatékos személyeknek, hiszen nálunk fogyatékos sok nappali intézménye is működik. Most pontosan nem tudom, de amióta Magyar Élelmiszerbank megalakult, azóta kapcsolatban állunk. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete is bábáskodott az Élelmiszerbank megalakulásánál, tehát azóta mi kapcsolatban állunk az Egyesülettel. Adományt is kaptunk régiós szinten is, tehát ugye 4 megye leosztásához kellett, ugye nálunk itt koordináltuk Püspökladányban a helyi egyesületnek is. Ezen kívül a Nagycsaládosok Országos Egyesületének a helyi szervezetei és mi is nagyon sokat önkénteskedtünk az Élelmiszerbanknál. Címkézni jártunk fel Budapestre, konzervet, danont az önkénteseinknek, a helyi egyesület elkészítette az egészségügyi könyvet, mert ugye a Danonhoz csak úgy lehetett bemenni. Tehát mi már évek óta kapcsolatban vagyunk az Élelmiszerbank Egyesülettel, a családoknak nagy segítség volt. Az élelmiszerosztás kapcsán nagyon jól működő kapcsolat alakult ki a Magyar Élelmiszerbank és Püspökladány önkormányzata között, hiszen mindegyik félnek az az érdeke, hogy a rászorulókon segítsenek. 2008 óta nem volt problémája a városnak az elszámolása az Élelmiszerbank felé, ezért 2013. február végéig meghosszabbították az együttműködési szerződést. Én szerintem jó, nagyon jó a kapcsolat. Ha ugye több fajta élelmiszernek a szétosztásában is részt vesz a püspökladányi csapat, és eddig azt tapasztaltuk, hogy jól megy a szétosztás, illetve hogy eljutnak ezek az áruk a megfelelő helyre. Ugye nekünk az a fontos ebből a szempontból, hogy minden oda jusson, ahova ezeket az adományokat szánták. Ugye mi Magyarországon 500 szervezettel dolgozunk együtt, és 500 ezer rászorulót segítünk ezeknek a szervezeteknek a segítségével, és ebben a hálózatban nekünk egy fontos szempont a megbízhatóság. Városunkban tehát a rászorulók biztosak lehetnek abban, hogy a jövőben is kapnak élelmiszercsomagokat. Cseh Balázstól megtudtuk, hogy mivel az Európai Unió segélyprogramnak a fordulói ősszel esedékesek, várhatóan októberben lesz a következő osztás, bár azt még nem lehet tudni, hogy milyen élelmiszereket fog tartalmazni az adomány.